Az Ungvári fogászati klinikán már a háború kirobbanásának első napjától meghozták a döntést, hogy ingyenes kezelést biztosítanak a harcok elől menekülőknek. Az elmúlt hét folyamán közel 15 szemét fogadtunk. Ma már öten voltak, és még telefonáltak, hogy jönnének. Ingyen kezeljük a fogaikat, különösen a gyerekeknek. A múlt héten részleges altatást kellett alkalmazni több gyermeknél is, mert nagyon rémültek voltak. Akinek szüksége van rá, azoknak segítünk. Minden eszköz a rendelkezésünkre áll, így, amíg ezek engedik, addig segítünk. Nincsenek túl nagy tartalékaink, de igyekszünk mindenkinek segíteni. A menekült nők és gyermekek fogászati kezelése mellett olyan szakembereket is felvettek dolgozni, akik szintén a háború elől menekültek Ungvára. Közéjük tartozik Olena is, aki az elmúlt tíz év során már másodszor kellett, hogy átélje a háború borzalmait. De Donetskből kellett menekülnünk, mindenünket ott kellett hagyni. Ott volt az egész életünk, a házunk, a szüleink, a klinikánk, akkor Kievbe költöztünk, nulláról kellett kezdeni az életünket. Alig, hogy kezdtünk rendbe jönni. Megvettünk egy lakást a szüleimnek, majd magunknak is. Mindössze néhány hónapja sikerült átvinni a szüleimet is Horlovkából Kievbe. Most meg ismét menekülnünk kellett. A szüleimnek már nem volt ereje mindezt újra eljátszani. Azt mondták, hogy ők már 70 évesek, és nem tudnak ennyit költözni. Ott maradtak Kievben. Míg Olena és gyermekei Ungváron keresnek menedéket, addig férje és két testvére Kijevet védik az orosz megszálló erőkkel szemben. Olena igyekszik megtalálni a helyét itt Kárpátalján. folytatja a fogorvosi tevékenységet, és igyekszik segíteni a helyi embereken és a többi áttelepülten. Ez az orvosnő, aki csatlakozott hozzánk, a gyermekek fogorvosi kezelésével foglalkozik, így velünk együtt segít az áttelepültek ellátásában. Kiev központjában volt egy saját klinikánk. Az orvosaink elmenekültek. Sokan külföldre és örökre. Már soha nem fogom tudni összeszedni azt a csapatot. Itt legalább szabadon tudunk lélegezni, de ott lélegzet visszafolytva kellett léteznünk. Folyamatos feszültségben voltunk. Itt kicsit megnyugodtunk. Négy napon át egy parkolóházban aludtunk. Nagyon rémisztő volt. Azok, akik a háború elől menekülve ungvára kerültek, most ingyenes fogorvosi kezelésben részesülhetnek, amire telefonos regisztráció útján lehet jelentkezni.